Szóval itt vannak a specifikációk, és nézzük, hogy milyen teljesítményre képes a kicsike. Első tesztelt címünk a Chego volt. Nem erőltettük meg a gépet. Ahol sikerült kihasználnunk azt a 120 Hz-es kijelzőt, mivel a játék 158-as átlaggal futott. Nyam-nyam, aztán jött a Dirt 3, amit maximális beállításokkal indítottunk útjára, és mit nem mondjak, lehengerlően jól néz ki ez a játék is, te jó ég, a maga 162 átlag FPS-ével. Oh, de szexi! Aztán gondoltam, ugorhatunk egyet, és megnézzünk valamit, ami mérföldekkel az előző játékok gépigénye felett van. Mafia 3. Most nem meglepő módon nem volt meg a 120 FPS-ünk, sőt a beállítás médiumon volt, és így is éppen, hogy 60-at így eléregettük. Azzal együtt, hogy néha megfogyott a játék. Lehetséges, hogy kevés volt a videomemória, ami szerintem nevetséges, mert volt 6 giga. Kicsit elkezdett hiányozni ez a vajosan sima megjelenés, szóval kipróbáltam a Rocket League-et, és hát boom, legjobb beállításokat használva átlagosan 154 FPS, ami nekem azt mondom, hogy tökéletesen elég lesz. És ha már e-sport, akkor egy kis Overwatch sem maradhat ki. Mondjuk ezeket az értékeket vegyük egy csipet show-val, mivel hajnali 3-kor teszteltem, és egy normális lobbit nem találtam. A PUBG-t high-ra állítva nagy önbizalommal vetettem ki magam a repülőből, és a gép eléggé szépen muzsikált. 60 FPS volt ez is, nem is rossz, annak ellenére nem fixáltam. Ebben a játékban kifejezetten jól hallottam, hogy milyen irányban történnek a dolgok hozzám képest, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a stereo hangszorúi a laptopnak nagyon jó helyen vannak. És akkor mondtam magamnak, nézzünk egy Tomb Raider-t is, de mondom, hogy ha most valamilyen Tomb Raider játékot letesztelek, akkor az a Shadow of the Tomb Raider lesz, ami meg kell hagyni, gyönyörű szépen futott, és maga a játék is gyönyörű, szép. Maga 52 FPS-ével szerintem pedig egészen kultúráltan futott. A Dirt Rally benchmark egy gyönyörű 124 FPS-es átlagot hozott, ami nem jelentett mást, mint hogy ismét belegyönyörködhettem a játékba, és most úgy, ahogy eddig még soha. Ez a 120 Hz egyébként túl jó, help! A Battlefield 1-et mediumra állítva sikeresen elértem benne az átlagos 108 FPS-t, és azt kell, hogy mondjam, hogy 15 colon nem volt feltűnő, hogy nem magas beállításokon játszottam. Ami feltűnő volt, hogy csodálatosan futott, és ez volt az, ami számított igazából. Utolsónak az Apex Legendet próbáltam be, ahol a játékot magas beállításokon tartva átlagosan 54 képkocka per másodpercet kaptam. Lehet itt volna lejjebb venni a dolgokat, de úgy voltam vele, hogy mindegy, hiszen... Úgy érzem, hogy egy új elemet is hozzáadhatunk ehhez a teszthez, ami nem más, mint... Ő itt! Igen, megint elloptam a HP headsetet, de... Most azért, mert egy HP laptopot tesztelek vele. Mekkora kollap, te úristen! Igazából ezt az egész tesztelés dolgot, az... Teljesen őszinte leszek, azért a legjobb ez a HP-s headset, mert egyszerűen bedugjátok és megy. Tehát én annyira örülök, hogy ez nem egy ilyen állítgas 600 órán keresztül cucc, hanem bedugod és működik. Ez az egyik legnagyobb pozitívuma ennek a headsetnek. Ahogy láthattuk, VR játékokat nagyon egyszerűen futott ez a laptop, egy valamit azonban meg kell jegyeznünk. A játékoknak mindegyiknek ugye úgymond le van véve a grafikája. Ugye amelyik játék engedélyezi játékon belül VR-ban, hogy lejjebb vedd a grafikát, az ezen a laptopon egy kicsit lejjebb van véve, szintén csak azért, hogy biztosan teljesen normálisan fusson, ugyanis hogyha
full HD felbontásra rakjuk a kimenetét például a Beat Sabernek, akkor van, hogy néha bebelaggolgat, illetve ahogyan az egyébként fel is vettem a Guns N' Stories-ban, hogyha felveszük 200-szorosra a resolution samplinget, ami igazából azt teszi, hogy minden tök éles lesz, és az élsimítás az baromi szép, tehát jól fog kinézni a játék gyakorlatilag. Na hát, ha azt felnyomjuk 200-ra, ahol alapból van egyébként a játék, akkor borzalmasan akad, és ez egy probléma, de nyilván, hogyha levesszük szépen 100-ra ott, ahol a helye van, akkor tök normálisan működik, és egyébként szerintem annyira nem drámai a különbség, bár azért tény, hogyha játszottál már magas felbontású, ugye jó beállítású VR játékokat, akkor ez az az élmény lesz, ami ez a elmegy. Tehát nem fogsz magad alá köpni, érted? Nem fogod azt mondani, hogy ez neked nem kell. Csak azt fogod mondani, hogy ennél már láttál jobbat. Erre akarok kiukadni. És itt vagyunk a videónak a végén. Valamiért elfelejtettem befejezni a videót, és most, amikor vágom, rájöttem, hogy valami hiányzik innen. Szóval, srácok, amiben tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, remélem, hogy lejött abban, amit mondtam ebben a videóban, hogy igen, nekem például tetszik ez a laptop, és én teljesen el tudom képzelni azt, hogy valaki ezt megveszi, hogyha gamer laptopra van szüksége, tekintve, hogy nem egy rossz gép, ahogy láthatok az eredményekből. De mi a ti véleményetek? Nézzük meg a kommentekben, legyetek jók, és sziasztok!